Oké, okay, munkapont Penny vagyok, és itt van velem a testvérem Boti. És most elkészítjük a The Forest sorozat első részét. Felvettem három szódaken. Jó, Boti, induljunk neki szerintem már. Már az alapszucokat látjátok, hogy felvettük itt a balta. Jó, Botinál is. Akkor menjünk szerintem. Fú, itt van ilyen csomag, igen, itt van. Jaj, de jó. Itt is van. Hú, Boti, szedjed a csomagot. Ott hagytad a klotot. Nem vagyok hülye. Hát, én nem arra céloztam, de ha te úgy letted, akkor mindegy. Boti, mit fogunk ebben a részben csinálni szerinted? Nem tudom. Szerintem megkeressük a jó terepet, ahova a házat építhetjük, megépítünk. Figyeljetek, azt én elmondom, hogy nem ilyen földi házat, én úgy nevezem, földi házat építünk el, majd fák tetejére építjük, mert szerintünk az biztonságosabbak, úgyhogy majd nézzétek el ezt nekünk, oké? Okay? Jó, tudom, hogy azt mondtad, hogy oké, okay, jó, mindegy. Akkor én még egy kicsit gyűjtögetek, ha tudok, és akkor majd nekiállok elmenni, keresni a terepet, amit ki fogunk nevezni a mi szigetünknek, vagy hát attól függ, hogy sziget lesz, vagy... De akkor ezt jelöljük meg. Ja, tényleg a repülő elejét majd meg fogjuk jelölni. Mondom az hátulját. Akkor a hátulját én mindig összekeverem az elejével meg a hátuljával. Jó. Meg is építem ezt a stickmakert, és akkor kész. Milyen szín legyen. Egy olyan kedvenc színem. Hát nem lesz a kedvenc színem, mert... Hát... Azt el kell mondanom, hogy színvak vagyok, ezért nem látom a zöldet, mert ott, akkor színtévesztő mindegy. Hát én nem látom a zöldet, de próbálok olyat keresni. Jó lesz az. Hát nem tudom, hogy ez zöld, de én zöldnek látom. Mindegy, jó lesz ez. Akkor menjünk. Sárga. Jó, mindegy. Menjünk keresni a hajátok. Ott halad. Boti, ott a repülő eleje egyből. Na mindegy, kezdésből egyből flare gun, mert mi tudjuk, hogy benne van egy flare gun. Egy ilyen, aki nem tudja a magyar megfelelőit, az a flare gun, az a jelzőpisztoly. Levágtam a gyíkot. Tényleg felveszem páncélnak a bőrét. Te már ott tartasz. Aha, én már itt vagyok. Hú, de jó. Neked. Mondjuk hát nekem is tök mindegy. Azt előre szeretném jelezni, hogy csak 15 perces részek lesznek szerintem. Mert majd még fogunk ebből többet csinálni, de majd igyekszünk több perceset is csinálni. De majd még lesz, és több rész is. Úgyhogy nézzétek el ezt nekünk, jó? Jó, jó, tudom, hogy jót mondtatok, akkor oké. Okay. Hát itt kihúztam egy ládát szakszerűen, vett bőrröndöt. Ó, technős! Azt vágd le, mert water collectorba majd, ha kraftolunk... Hogy belesétál a kőbe? Akkor nem. Mit találtál? Egyből lesz kettő teknős. Vatta. Ó, már jönnek a izék. Busmanok? Busikák. Egyedül. Egyedül az jó. Nem. Úgy tegy teknős. Leváglak. Leváglak. Kell a páncélod?
Az kidobta a páncélját, mert én nem úgy vettem észre. Hello. Hello, Busman bácsi. Vajjá, Boti, te most hagyd, de én bemutatom a nézőknek a PvP-zési technikámat, hol van. Itt én már megöltem, sajnálom. Botika? Az a cipeljed. Ezért cipelned kell. Hagyd a... Fog. Fog, az kell. Ott van, hallod? Amúgy még egy day survive-et sincs, de azért már egyből ennyi van. Na, no, megint jöttek. A szia lányom. Mizu. Megint megfürdött akkor? Én levágom a fejét, azt majd fel fogom akasztani. Ilyen cucli, mucli, buclinak. Ilyen szárítónak majd fel fogom akasztani. Oké. Okay. Hát tudod. Madarat leváltam, madarat. Várjál, hallod, akkor keresünk már a nekünk megfelelő helyet. Keresünk már a nekünk megfelelő helyet. Nyuszika? Ez. Nem jössz utánam? Mi van? Nem jössz utánam, mert én keresem a nekünk megfelelő helyet. Jó, várja. Nem olyat, hogy itt a kráter. De. Menjél itt a kráter. Itt egy hülye busman. Ki tanult nekem valamit az emberkén? Ez itt hátul lesz szerintem. Én itt harcolok amúgy. Megint megöltem. Hát bocsi, hogy nem tudtam segíteni. És én kerestem a helyet. Szomjas vagyok, várjál. Ilyen is kell. Itt a... izé, ez jó lesz. Kérdezik. Hát azt tudom, nekem van 4 út, tényleg van megfelelő klot mennyiségem, persze. Kraftolok egy kötelet, és ebből kraftolok egy kőboltát. Olyan egy spear. Csak úgy random. Nyuszi! Megtaláltam a krátert. Én is megtaláltam. Én onnan jöttem el, hallod? Ja. Jó. Na mindegy. De várjál már meg. De én keresem nekünk megfelelő helyet. Jó van. Mondjuk oké, hogy visszajöttem a repülőhöz, de mindegy. Boti, a repülő hátuljától itt van kb. 50 méterre egy barlang. Nem megyek le. Új, itt egy busman tábor. De majd bemegyünk. Hát persze, majd lemegyünk majd későbben. Majd itt egy busman tábor. Ja, de azt nem én fogom megjelölni, oké? Okay? Ezt nem én fogom majd megjelölni, jó? Nem te. Mert én már eleget jelöltem, az egy jelölés is elég volt. Mi van? Hát az van, hogy az van. Kinek kopony? Nekem van egy kopony, vagy kettő koponyám van, akkor kraftolok egy, hát ilyen koponyaütőt, nem tudom minek nevezzem most. Hát de esküszöm, nem tudom, minek nevezem. Ez mi? Jaklot. Deforralom úgy a színe.
Jó, Bati, én keresem. Keresem. Mit keresel te? Itt keresem, a keresem, a keresem át. Hát a tisztást, vagy a szigetet, ahova le fogunk telepedni. Le kéne amúgy fürödnem, mert tiszta vér vagyok, azt arra jönnek a busmanok. Boti. Ja, az nem az a hely. Akkor mindegy. Nekem van botom. Van, hát hallod, én már annyi, én már nekem 10 botom van. Hol vannak? Hallom, Busi bácsi. Én is hallom. Ah, itt van. Hello. Szia, fiam. Elintézem, ha kell, hallod. Miért szólt szerintem? Gyere. Bocsi! Mit tudsz engem? Fogasz kell. Jó, ezt én bedobom ide. Ez lesz a hullagyűjtő. Oké. Okay. Sorozat végén megszámoljuk. Hogy hányat töltünk. De akkor ne telepedjünk le ide? De. Jó. Meg is találtuk a nekünk adódó helyet. Igen, itt az előbb megöltem egy ilyet, azt én öltem meg, csak Boti szállította el a hullaját, és most itt a rajzgyűjtőbe megjelent ez a rajz, és a tulajdonságait is leírja. De én akkor keresek, milyen faházat építsünk, sima faházat, vagy albino, vagy nem tudom, hogy ilyen, semmilyen alpine treehouse. Sima fa. Sima faház. De azt tudod, ez a 35 fás. Tudom. Oké. Okay. Akkor építsük a hullagyűjtő mellé. Segítek. Közben kajás vagyok. Úgy majd építhetnénk ilyen szárítót, amit mondtam a videó elején. Azt hiszem. Amúgy jön. Sem. Oké, ezt kiveszem. Még estéig meg kéne lenni vele. Addig nem tudom, hogy húzzuk ki. Hú, az vagy egy kicsit sötét van, már a legkisebb árnyéktól is kicsit sötét van a kamerában, na mindegy. Majd csináljunk fahordót. Milyen fahordót? Ja, talicska. Hogy lokholder. Talicska. Talicska, talicska. Dick. Sajnálom, de nos, hát bocsánat, de le kell zárnunk ezt a részt, úgyhogy a következő részben majd jelentkezünk, gyorsan ezt a fát még oda viszem, ahova kell. Jó. Jó, hát amúgy akkor már le kell zárni, Boti, a részt. Akkor mindenkinek sziasztok, én Munkapont Penny voltam, ő meg Boti, és a következő részben jelentkezünk. Sziasztok!